Szavaztok, takonypócok! Elmérsz egy kis takonypóccal a nulla követőddel. Itt van az ősz, itt van újra, megkezdődik az idei sztármustra. Nézzük, mi történt idén a Sztárban, Sztárban-ban. Ez a Sztárban, Sztár leszek. Pontosan ugyanott folytatódik az ország házi bulia, ahol tavaly abba maradt, pontosan ugyanazzal a mester garnitúrával, és majdnem ugyanazokkal a jelentkezőkkel. Könnyedén kének le a magasabb hangokat, mint Krisztina Aguilera. A műsor a mentor garnitúra külsejének a kötelező zrihálásával kezdődik. Csiafuki kukoricaárus. Kukoricaárus. Kondér tüszéni bittágessen. A papikám, te úgy nézel ki, mint a kukoricahárus a bucsuba. Ha így mered a kolompot a szarvasmarháknak a pusztába, bátya. Már kezdi a legelején, érted? Mindjárt fejbe csaplak. Gabi barna lett, barna vagy fekete, ez most már barna. 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 Barna, ilyen bútorbarna. Gabikám, te meg befestetted a hajadat, ez is a fricska miatt van, tudom én, vállás előtt mindig befestik a hajukat a nők. Érzelmi hullámvasúrban vagy esve. Amúgy mi újság a fricska fiúval, Gabikám? Jó vagytok, meg vagytok, minden rendben? Igen, nagyon jól vagyunk a Lúdas Matyival. Képzeld, az úr áldásával már megszektük a püspök kenyeré is. Megvan a nagy kenyérszegés! Hát adja beteg! Elsőnek érkezik a vanabi poron mester, a Lukasz, aki elvileg 19 éves. Radics Attila Lukász vagyok, 19 éves múltam. De pár évet simán letagadhatna. A mozgásom olyan, mint a szélvihar. Lukácsot az észbontókból kasztingolták ide. Mutass egy országot a térképen, ahol áthalad a Sejem út. Nem hurrikán, Sejem. Lukász azt mondja, hogy ő akar lenni az új Tilla Tilla, azaz az új Tilla Tilla Tilla. Mi a cél? Az, hogy leváltsam a Tilla Tillát. Ezért megkezdik rajta a beavatási szertartást. Gyere be, és igen, csináljuk, mintha elkezdődne a műsor. Hey! Üdvözlöm a közönséget! Szevasztok! Sokkal jobb vagy, mint az a nyurga barom. Nyurga barom. Várja, meg kell keresnem a boomer szótárban ezt a kifejezést. Nyurga, magas, sovány, vékony. Hát ez nem is oltás, ez dicséret. Lukász annyira lelkes poronmester, hogy meg se várja az MP3-at, hogy elinduljon. Lukász azon kevés előadók közé tartozik, akiknek jobban megy a nótázás zene nélkül. És olyan jól konferált, hogy tovább is juttatták, amit az ifjú titán egy segrepacsival hálált meg. Segreütöd magának, láttad? Bünteted magad, vagy mi? Te most úgy érzed, hogy ez nagyon jó volt? Nem, igazad van, tőlem nem jó. Az Oláibolya direkt olyan számot hozott, amitől tavaly már ráfeküdtek az énekesre a színpadon. Amit ugye tavaly elénekeltek ezen a színpadon. A Gőgóval, akire ráfeküdtünk. Ha úgy érzed, gyere nyugodtan. Joci is jöhet természetesen. És a jelentkező már egyből hármas fetrengést szeretett volna, de hát a dívák ezt nem adták meg neki. Gyönyörű, nyári réten. A madarak szüripelnek, a récsi virágok. Emlékezzünk meg a tavalyi nagy pillanatról, amikor a Tabi imát mormogott a bajsza alatt. Jaj, szenteltessék meg a te neved, jöjjön a te országod. Legyen meg a te akaratod. A madarak szüripelnek, a récsi virágok. Hát adja beteg! Most pedig újabb stílóváltás keretében indiai jógával védekezik a dühös pángok ellen. Namaste. Namaste. Úgy érzem, hogy ha ez így folytatódik tovább, jövőre be kell vetni az Expecto Patronumot. Expecto Patronum! Tabi patronusa pedig a magyar vizsla helyett a nemzeti csivava. Ő fogja megvédeni a Róna utcát a metal zenétől, meg az ilyen hottentotta prodigyájoktól. A meditáció végéhez értünk. Inner peace. Joci továbbra is a csapat csicskája. A zsákba macskán edződött Majka már egyre durvábban törli bele a lábát. Én amióta ismerlek téged, azon gondolkozom, hogy te mit akarhat egy nő? Tőlem, Petike? Nézd már meg ezt a hát fejet, nézem, ezt is mondom. A haját. Joci cserébe bosszúból prezentálja, hogy hogyan szoktak együtt alukálni a Majkával. Azt mondta nekem, hogy alszunk mellett, egymás mellett alszunk. Ne aludj már így, mert olyan vagy, mint egy hulla. Végre megint remekül szórakozom. Erre vártam már, hogy kezdődjön a szeptember. Alszunk együtt. Úgy alszol, mint egy traktor. És kicsit hiányoltam az Istit a felhozatalból, hogy nem jött be előadni a fekete pofont. Fekete pofont, te kapol haver.
akkor, amikor nem számít órá. Vagy legalább a Road 56-et. Road 56, moziban a tripla X, az Elvis meg a Jimi Hendrix. Sziasztok emberek, megjött Marci! Rekett kamionos Marci egy dudát és egy diszkós lágert hozott nekünk. Tessék ide dobni nekem! Adja ide! Ez annyira megtetszik a mentoroknak, hogy újra előadják. A műsorba sokan Babett tanácsára érkeztek. Én a műsorba Köllő Babett miatt érkeztem, rá is írtam az Instagramon egy esetleg, és nagyjából rá 3 percre válaszolt, és nagyon kedves volt. Babett olyan chatbotot fejlesztett ki, ami 3 perc alatt visszaír mindenkinek egy anyáskodó üzenetet. Sikerült beszélnem Babettal. Micsoda? Ráírtam, igen. A Babettra rá... Megérkeztek az anyátlanok, hogy a Babsi babusgassa meg a buksiukat. Babett a Köllő Babett. Miért? Olyan anyáskodó. És képzeljétek, még maga Taylor Swift is csak a Babett miatt jött el a Starban Starba. Azért jöttem ebbe a műsorba, mert Köllő Babettal szeretnék dolgozni, mert nagyon jó színész. Mama, nem? Nem az van? Meg csak szívesen. Ő szereti, esküszöm. Látom benne az anyát. Hát itt egy-két atyai jó tanács is elkérne, ahogy látom. Deréktől lefele tiszta Hannikám vagy, olyan édes. Mama! Válaszoltam neki, és elment színi tanodába, és elkezdett énekelni. Csak egy kis biztatás kell itt az embereknek, és megvalósítják az álmaikat a tévébe. Ezt simán lehettem volna otthon a kocsámmal. Ugye, mennyivel jobb program, fiacskám? Most alszik a pocukó, ezért nem hozom ide. Eljött a műsorba a bolond Enzo, aki vicces. Személyiségem szerintem kifejezetten vicces. Sziasztok, srácok! Nézzétek, itt a kapitány! Enzo átalakul Britney Spears-szé, és bemutat egy jó kis travisót. Ahogy látom, ez egy eredeti Enzo Ferrari. Thank you very much, buonasera, puttana madonna bellissima. És most hát boldog vagyok. Már csak a Britney Spears, a Taylor Swift, a Majka meg a Joci közös alvását kéne összehozni. Alud, ne aludj már, így, mert olyan vagy, mint egy hullam. A Béla is hozott egy kis jókedvet a műsorba, és megmozgatta a mentorokat. Béla vagyok, egy gombjában dolgozom. És azt mondja a főnököm, te Béla, te nem dolgozol rendesen. Remélem, a Béla ebben a műsorban be fog futni, és ott hagyhatja azt a rabszolgahajcsár főnököt, meg ezt a dupla műszakot a gombgyárban. És az első műsor végére tartották a nagy meglepetést, eljött a műsorba Széchenyi István ükunokája. Széchenyi Lili vagyok, 19 éves. Széchenyi István volt az ükapám. Tényleg? Igen. Gratulálunk! Hát... Vele azért jóba kell lenni, hát ha tud szerezni a Széchenyi fürdőbe egy ingyen éves bérletet. És azt gondolják, hogy nemesi körülmények között élünk. Az igazság az, hogy gyermelyen élek egy kis parasztházban, úgyhogy ez elég összeáll ettől az elképzeléstől. Pedig a Lánchíd jogdíjaiból biztos, hogy jól megszedte magát. A mai napig minden ember után, aki átmegy a Lánchídon, ő kapja a jogdíjat. Ó, nagyon sajnálom. De a vám az vám. Ránéztem már a Wikipédián a bátyjára, hogy mi van, és ott írva vagyon, hogy a leszármazottai most is élnek, csak hiányzott a forrás. Mostantól a Széchenyi Istvános Wikipédián be lehetne linkelni forrásként a Starban Start. Namaste. Ezek voltak a 2023-as Starban Star első részének a legfontosabb pillanatai. Most pedig csekkold a műanyagok káros hatásáról szóló videómat is, valamint a mélytengeri trilógiámat, melynek a harmadik része már csak VIP csatornatagok számára elérhető több száz másik videómmal együtt. Ebből a videóból pedig mutatok egy rövid kis kedvcsinálót, ingyen és bérmentve. Ez itt nem a gatyámból csúszott ki, hanem a legnagyobb csontos hal, a szíjhal. Így szokott függőlegesen csillezni a vízben, a búvárok pedig szeretik taperálni. A szíjhalnak megnyúlt kígyószerű teste van, és akár 15 méteresre is megnőhet. Ha esetleg elkanászodna egy krokodil, csak meg kell csapkodni egy serpenyővel. Adjál a szájának, bátya! Ez az! Defal!
Remélem, nagyon jó kedvet csináltam a csatornatagsághoz. Péter, ön a leggyengébb láncszem. Viszlát! És annyira hiányzott nekem ebből az országos házi buliból az MC Isti, hogy a következő videóm ismét csak róla fog szólni, és bemutatom a zenei munkásságát. Kő keményen beindítottuk itt a szeptemberi videógombgyárat, úgyhogy meg kell nyomni a videógombokat. Subscribe.